Köszöntöm kedves nézőinket, Bornem Szabéter gimnáziumból. Mi a Sztória csapat vagyunk. Engem Reményi Mártának hívnak, és két csapattársam Ferenci Debora és Kedelem. Köszönöm a tapasztalatot, Betlen Gábor életére, amivel kíváncsiak voltunk, hogy a mai fiatalok mennyit tudnak, illetve mit tudnak Betlen Gáborról. Betlen Gábor, erdélyi fejedelem, akiről Móricz Zsigmond Erdély című trilógiája szól, az erdélyi fejedelmek sorában kitüntetett szerepet tölt be, ugyanis az ő korában nyerte Erdély azt az elnevezést, hogy tündérkert. Ez a fajta elnevezés utal arra, hogy egy nagyon hatalmi harcoktól szétszabdalt és bonyolult politikai hátterű Európában, ahol ott van a osztrák, ott van a török, és ott vannak más egyéb nemzetiségiek és a köztük lévő feszültségek, békét tudott teremteni, és a nemzeten belül is, vagyis a székelységen belül is, vagy az erdélyi fejedelemségen belül is, az egymással szemben álló társadalmi rétegeket, vagy főnemesi csoportokat egymással ki tudta békíteni, és ennek következtében egy merkantilista gazdaságpolitikát követve Erdélyt fel tudta virágoztatni. Ez azért is volt egyébként egy nagyon nehéz dolog, mert azt megelőzően például Báthori Gábor személyére gondolhatunk, azért meglehetősen vérzivataros évszázadokon ment keresztül, vagy évtizedeken keresztül ment Erdély, és ebből a nehéz háttérből tudott néhány évtized alatt egy vallásilag pluralista, befogadó és többféle szabadságot és különböző társadalmi rétegek és etnikai és vallási csoportok felé biztosító virágzó Erdélyt létrehozni. Én nem vagyok történész, magyar tanár vagyok, és az életművét természetesen egy nagyon sajátos optikán keresztül ismerem csak. Hát Betlen Gábor szerintem, hogy 28-szor olvasott el a Bibliát, valami ilyesmit hallottam egyik barátomtól. Betlen Gábor alatt élt Erdély az aranykorát. Betlen Gábor, Szent Simonnál Albert, Zsoltán fordítói tevékenységét távolodtak. Betlen Gábor, erdélyi fejedelem, református vallású volt. A hitének a megalapozója Alvinczi Péter, és ő van a 2000-es bankjegyen. Református volt. Rajt van a 2000-esen. Láthatjuk Betlen Gáborról, életéről, illetve a céljairól, meg dolgairól, amiket elért az életben. Arról akármennyire is fontosak, a mai fiatalok nem nagyon vesznek róla tudomás, illetve nem is tudnak róla sok mindent, információt sem. Akár körülbelül, ami eljutott hozzájuk, az annyi, hogy rajtunk a 2000-esen, meg még maximum annyi, hogy református volt, és erdélyi nagy fejedelem.